Főbb híreink. 360 millió keresztény él olyan helyen a világon, ahol fenyegetésnek, hátrányos megkülönböztetésnek vagy üldöztetésnek van kitéve, közölte Szijjártó Péter. Yair Lapid izraeli miniszterelnök kedden Párizsban Emmanuel Macron francia államfővel találkozott. Jens Stoltenberg, NATO főtitkár kijelentette, arra számít, hogy a szövetséges tagállamok minél előbb ratifikálják Finnország és Svédország csatlakozását a NATO-hoz. Gazdasági kérdésekről egyeztetett kedden videókapcsolaton keresztül Liu Ho, kínai miniszterelnök helyettes, és Janet Yellen, amerikai pénzügyminiszter. Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a heti tévé híradóját látják. Belföldi híreink. Emberi jogi szervezetek adatai szerint 360 millió keresztény él olyan helyen a világon, ahol fenyegetésnek, hátrányos megkülönböztetésnek vagy üldöztetésnek van kitéve, míg 5 évvel ezelőtt ez a szám 245 millió volt, közölte Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter Londonban. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a vallás és meggyőződés szabadságával kapcsolatos miniszteri konferencián aláhúzta, a kormány továbbra is feladatának tekinti a keresztény közösségek támogatását, így járulva hozzá a vallásszabadság biztosításához. Erre példaként hozta fel, hogy a Hungary Helps program keretében már 500 000 embernek segítettek a hazatérésben, vagy az otthonmaradásban, és több mint 100 millió dollárt fordítottak iskolák, kórházak és templomok építésére, felújítására és működtetésére. Felszólalásában rámutatott, hogy a kereszténységnek napjainkban két fő kihívással kell szembenéznie, az agresszív szekularizációval és a masszív üldöztetéssel. Október elejétől lehet pályázni a NEA-hoz, mondta Szalai Bobrovnicki Vince, a miniszterelnökség helyettes államtitkára a heti TV Pirkadat című műsorában. A politikus beszámolt arról, hogy a civil szervezetek az idei évi támogatásokat már megkapták, ami 2023-at illeti a Nemzeti Együttműködési Alap október 3-án fogja kiírni a pályázatokat, hogy a civilek minél hamarabb hozzájuthassanak a következő évi támogatásokhoz. A helyettes államtitkár megjegyezte, most is közel 20 000 pályázatra számítanak, ezen kívül vannak olyan szervezetek, amelyek például más tárcákhoz pályáznak. 60 000 civil szervezet van az országban, ezeknek közel a fele úgynevezett alvó szervezet. Ezek azok, amelyek iránt már nincs érdeklődés, egyszerűen nem tudnak az adott közösség érdekei mentén dolgozni. Ez nem jelenti azt, jegyezte meg a politikus, hogy akár később ne folytathatnák újra munkájukat. Minden civil szervezetnek a feladata, hogy közösségi életet teremtsen, mondta a politikus. Újból megalakulhat egy budapesti agglomerációs fejlesztési fórum, ahol megvitathatnák a fővárost és a környező településeket érintő közös kérdéseket és fejlesztési koncepciókat alakíthatnának ki, közölte a területfejlesztési miniszter. Navracsics Tibor, miután az agglomerációs települések polgármestereivel konzultált, elmondta, nagyon előremutatónak tartja a Pest megyei közgyűlés elnöke Szabó István által felvetett javaslatot, miszerint fontolják meg azt, hogy az egykor létezett, de megszűnt budapesti agglomerációs fejlesztési tanács helyére, vagy az azt újjáélesztve hozzanak létre egy térségi fejlesztési tanácsot. Ez Budapest és a főváros környéki települések számára egy fejlesztési fórum lenne, és lehetővé tenni, hogy megvitassák a közös kérdéseket, és kialakítsák azokat a fejlesztési koncepciókat, melyek a két térség számára egyaránt előrelépést jelentenének, mutatott rá a tárcavezető. Az LMP frakció vezető helyettese szerint a kormány a dolgozó emberekkel és a munkavállalókkal akarja megfizettetni a válság árát, és az oktatást akarja feláldozni a válságkezelés oltárán. Csárdi Antal döbbenetesnek nevezte a Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter által elmondottakat, miszerint a jelenlegi inflációs helyzetben nem szabad béreket emelni, és ebben a gyakorlatban különösen az államnak kéne élen járni. Külföldi híreink. Yair Lapid izraeli miniszterelnök arra kérte Emmanuel Macron francia elnököt a kedd délutáni párizsi találkozójukon, hogy küldjön üzenetet a libanoni kormánynak, miszerint a Hezbollah a tűzzel játszik, és ezzel veszélyezteti Libanon képességét, hogy megállapodás szülessen a tengeri határól és gázmezőkről. Franciaország szoros stratégiai és történelmi kapcsolatokat ápol Libanonnal, Macron elnök szoros és bensőséges kapcsolatot ápol Michel Aoun libanoni elnökkel és Najib Mikati libanoni miniszterelnökkel. Izrael reméli, hogy a Libanonra nehezedő francia nyomás elősegíti Amos Hochstein amerikai megbízott Izrael és Libanon közötti közvetett tárgyalásait a tengeri határról szóló vita megoldásáról.
Vezető izraeli tisztviselők megjegyezték, hogy az elmúlt hetekben előrelépés történt a Libanonnal folytatott közvetett tárgyalások során, hangsúlyozva, hogy az Egyesült Államok, Izrael és Libanon is úgy gondolja, hogy szeptemberig sikerülhet megállapodásra jutni. Gali Baharav Miara főügyész megfogadta, hogy az új vezérkari főnök kinevezésére vonatkozó eljárást szakmai szinten tartja, néhány nappal azután, hogy a Likud két képviselője azzal fenyegetőzött, hogy választási győzelmük esetén eltávolítják pozíciójából, jelentette a Haaretz hírportál. Benny Gantz védelmi miniszter Aviv Kohavi altábornagy, akinek 4 éves mandátuma januárban jár le, utódját próbálja kinevezni annak ellenére, hogy a múlt héten új választásokat írtak ki. Az ideiglenes kormányok hagyományosan elzárkóznak a vezetői tisztségekre való kinevezésektől. A Tel Avivi Egyetemen tartott konferencián Baharav Miara azt mondta, hogy a közelmúltban tapasztalt ellenreakció nem fogja elriasztani, és hangsúlyozta, hogy a kinevezéséről külső befolyás nélkül szakmai okok alapján dönt. A konferencián szintén felszólaló Gideon Saar igazságügyi miniszter azt mondta, hogy a kinevezett tisztviselők leváltásával való fenyegetéseket mindenkinek el kell utasítania, aki erős, objektív és független igazságszolgáltatási rendszert akar. Az ukrajnai háború nem pusztán egy esemény, hanem fordulópont Európa történelmében. Mindent meg kell tenni, hogy hasonló konfliktus soha többé ne fordulhasson elő, jelentette ki Kyriakos Mitsotakis görög miniszterelnök Strasbourgban az Európai Parlament plenáris ülésén kedden. Kyriakos Mitsotakis az EPS Európa című vitasorozata keretében elmondott beszédében hangsúlyozta, Európa soha nem látott változásokat tapasztal világszerte, köztük az Oroszország indította háborút Ukrajna ellen, a háború következtében kialakult gazdasági válságot, az élelmiszerhiányt és mindezeknek a társadalomra gyakorolt hatásait. Az országok közötti nézeteltéréseket a nemzetközi joggal és nem agresszivitással kell megoldani, mondta a görög miniszterelnök. Jens Stoltenberg NATO főtitkár kedden kijelentette, arra számít, hogy a szövetséges tagállamok minél előbb ratifikálják Finnország és Svédország csatlakozását a NATO-hoz. Svédország és Finnország kedden írta alá a csatlakozási jegyzőkönyvet, miután a szövetséges tagállamok nagykövetei Brüsszelben jóváhagyták a múlt heti madridi NATO csúcs találkozó döntését a két ország belépéséről. A főtitkár az aláírást követő sajtótájékoztatón köszönetet mondott Finnországnak, Törökországnak és Svédországnak, építő jellegű hozzászólásukért. A madridi csúcstalálkozón aláírt 3 oldalú megállapodás lehetővé tette, hogy eljöjjön ez a mai nap. Mindhárom fél keményen dolgozik a megállapodás végrehajtásán, különösen a terrorizmus elleni küzdelem területén, jelentette ki. Franciaország hazaszállított Szíriából a korábban az iszlám állam dzsihadista szervezethez csatlakozott 16 francia nőt és 35 gyereket, akik a terrorszervezet 2019-es bukása óta kurdok által ellenőrzött dzsihadista fogolytáborokban voltak, jelentette be a francia külügyminisztérium. Civil szervezetek évek óta kérik a kormánytól, hogy ne egyesével, hanem valamennyi francia dzsihadista gyerekét telepítse haza a táborokból, ahol szerintük elfogadhatatlanok a higiénikus körülmények. Ez az első alkalom, hogy nem egy-egy gyereket, hanem egy nagyobb csoportot anyákkal együtt szállított haza a kormány. A közlemény szerint a 35 francia állampolgárságú kiskorú, akik Szíria északkeleti részén található táborokban voltak, már hazatértek Franciaországba, és velük 16 anyát is hazaszállítottak ugyanezen táborokból. Az anyákat a repülőtéren őrizetbe vették, és bíróság elé kerülnek. A gyerekeket az állami gyermekvédelmi intézmények vették gondozásba. Gazdasági kérdésekről egyeztetett kedden videókapcsolaton keresztül Liu Ho kínai miniszterelnök helyettes és Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter, adta hírül a Xinhua kínai állami hírügynökség. A beszámoló szerint a megbeszélés építő jellegű volt, melynek során a felek gyakorlatias és őszinte eszmecserét folytattak a makrogazdasági helyzetről, valamint a globális ipari és ellátóláncokról. A két fél egyetértett abban, hogy a világgazdaság súlyos kihívásokkal áll szemben, éppen ezért rendkívüli jelentősége van, hogy Peking és Washington erősítse a kapcsolattartást, valamint a makrogazdasági politikája összehangolását. A kínai fél úgy vélekedett, hogy a globális ipari és ellátóláncok stabilitásának közös erővel történő fenntartása nem csupán a két ország, hanem az egész világ javát szolgálja. Gazdasági híreink.
A vasút lehet a tengeri szállítás alternatívája. Erről és az ehhez szükséges fejlesztésekről is egyeztettek a résztvevők a Bulgária-Magyarország-Szerbia-Törökország közlekedési munkacsoport alakuló ülésén, mondta a technológiai és ipari miniszter. Palkovics László elmondta, fél éve utolsó találkozásukkor több témában is egyeztetett török kollégájával, ezek közül az egyik a Budapest-Belgrád vasútvonallal kapcsolatos koordináció volt. Kiemelte, hogy Törökország, a Selyemút legnagyobb európai állam a konzorciumot hozott létre, hogy megvizsgálja, miként lehet legjobban kihasználni a török, majd utána a bolgár-szerb-magyar vasútvonalat. Az orosz-ukrán háború megmutatta, hogy a korábban reálisnak tűnő közlekedési módok kevésbé lesznek járhatók. Ukrajnát el kell kerülni, mondta a miniszter. Közölte, az Európai Unió jelenleg az áruk 20%-át mozgatja vasúton. A cél, hogy ez az arány legalább 50%-ra nőjön 2050-re. Híreinkről bővebben a brayerpress.com vagy a hetitv.com-on olvashatnak. Én köszönöm figyelmüket, szép napot, viszontlátásra! Ma már ismét kellemesen meleg idő lesz, este is csillagfényes, eseménytelen idő ígérkezik. A hőmérséklet jellemzően 23 és 33 fok között alakul. Köszönöm figyelmüket, maradjanak velünk, viszontlátásra!